SUP egyre népszerűbb sporteszközé válik hazánkban. Lassanként szinte minden magára valamit is adó strandon lehet kölcsönözni a felfújható vagy hagyományos merev deszkákat. Ám sokan inkább sajátot vásárolnak. Akik szeretnek nyaralni menni, vagy túrázni, esetleg kirándulni, és ott látnak egy folyót, akkor nekik mindenképpen a felfújhatósat ajánljuk, mert azt egy hátizsák méretre össze lehet hajtogatni. Akinek pedig mondjuk van nyaralója a Balatonon, vagy akár a más tavakon, Duna mellett, Tisza mellett, őnekik meg a szilárdabbat szoktuk ajánlani, de a felfújhatósok pont ugyanolyan jók, meg ugyanazokat a funkciókat tudják, mint ezek a szilárd anyagok. Ha megvan a deszka és a lapát, be kell állítanunk az evező hosszát a magasságunkhoz. Mindig azt szoktuk kérni, hogy emeljék fel, nyújtsák ki teljesen a kezüket, és a lapátnak a végét, azt meg kell, hogy tudják fogni kinyújtott kézzel, hiszen a SUP-on is állunk, sőt, ráadásul egy kicsit rogyasztunk is, és egy előről hátrafele mozgást végzünk, és hogyha rövid a lapát vagy túl hosszú, akkor nem tudjuk azt a megfelelő arányt húzni a lapáttal a vízen, ami nekünk az segít, hogy tényleg menjen a SUP. A SUP-on evezés közben a teljes testünket használjuk. A helyes technikájú evezés során a talpunktól a kézfejünk utolsó izmáig minden harmóniában dolgozik. A 21. század betegségeit sokak szerint az ülőmunka okozza. Így az irodai dolgozóknak kifejezetten ajánlott az állva evezés, mert remekül karban tartja a gerincet. Tehát alapvetően, mivel egy instabil talajon vagyunk, ezért a kórizmokat nagyon megmozgatja, de ugyanakkor hát a kezünkkel húzzuk a lapátot, tehát a karizmokat is nagyon, a lábunkat be kell rogyasztani, úgyhogy combizmainkat is kell használni, és mivel kint vagyunk a természetben, ezért a tüdőnk is közben tágul, szívhatjuk be a friss levegőt, a keringésünk is javul, úgyhogy ez tényleg nagyon komplexen az egész testet felfrissít és karban tartja. Attól, hogy tökéletes időben eveztünk néhány alkalommal, még nem biztos, hogy szélben és hullámzásban is menni fog. Soha ne feledjük el a SUP biztonságos rögzítését a bokánkhoz. A SUP-pal nagyon egyszerű barulni, viszont ugyanolyan egyszerű is visszaszállni. Bármelyik pillanatban megboríthat egy-egy szelő, vagy hogyha jön mondjuk egy motorcsónak, egy nagyobb hajónak a hulláma is, bármikor egy kicsit megingathatják a SUP-polót, de egyszerűen belesik a vízbe, és ugye azt mondom, hogyha egy olyan fajta víz mondjuk, ami inkább álló víz, tehát ami nem nagyon hullámzik, akkor nagyon könnyen vissza tudunk úszni a deszkához, és csak feltoljuk magunkat. Illetve, hogyha meg hozzá van rögzítve a lábunkhoz, akkor meg nem is megy el olyan messzire, és akkor is csak kitoljuk magunkat, szóval ez nem egy nagy mutatvány a SUP-nál. Mivel a legtöbbször jó időben űzzük ezt a nagyszerű sportot, mindenképpen védekezni kell a nap sugarai ellen. Ne csak akkor ígyunk, ha már szomjasak vagyunk, hanem folyamatosan kortyolgassunk. Nagyon fontos a naptej is, pláne a vízen ugye visszatükröződik a napfény, az UV-sugárzás, és nagyon egyszerűen le tudunk égni a víz közepén. De ezeket nem kell berakni hátizsákba, tehát nem kell megijedni, vannak a SUP-on hálós részek, ami alá be tudjuk csúsztatni ezeket, és kiválóan ott maradnak. Úgyhogy még szeptemberben is nagyon fontos erre figyelni, mert még akkor is nagyon erős lehet a napfény. Csak magát a SUP-ot használjuk edzőmatracnak a víz felszínén, új dimenziók nyílnak meg a jóga és pilátesz órákban. Számos, klasszikus, saját testsúlyos gyakorlat is komoly kihívássá válik az imbolygó felületen. Az egyensúlypárnától és a balanszbordtól eltérően ugyanis a deszka teljes egészében mozog alattunk, így fix pontot gyakorlatilag nem találunk. Kénytelenek leszünk saját testünk stabilizációs képességeire hagyatkozni. Én nagyon szeretem a SUP jogát is. Amikor egy nagy platformon középen ül a jógaoktató, és akkor a SUP-okat hozzácsatoljuk a platformhoz, és az egy egészen különleges élmény, amikor tényleg a ringatózó vízen, a naplementében, a gyönyörű balatoni táj, Tihanyi apátság, és ott meditálunk, és együtt nyújtunk a természet közepén, szóval, hogy iszonyatosan kikapcsoló érzés, és közben meg az a jó, hogy nem csak relaxál, de hogy az alakunkat is formáljuk vele.